Jó estét kívánok! Jó napot kívánunk is! Jó napot! Hát itt még nap van, de Csíkszeredában már sötétedik az ég erősen. Az utcai világítást még nem kapcsolták fel. Most mielőtt belekezdenénk a témába, az jutott eszembe erről, itt hatalmas nagy utcai világítás lett most már Csíkszereda, és most már fejlődik, úgy látszik, gazdaságilag nagyon. De milyen érdekes, hogy én ránézek erre itt a kinézve a tömbhámszból, rengeteg kicsi ilyen villanykörte van itt most kihúzva az egész Kossuth-Lajos utcán, főtéren, mint többi több, hát azért mégiscsak pénzbe kerül az a városnak, gondolom. Egész is. Nem? És az megy egész hónapban, talán még januárban is fog menni, vagy hogy van, érdekes. De ami érdekes az, hogy meghalt az édesanyám, és ezért most az ő lakását, amit van az én lakásom alatt örököltem, és ennek következtében kineveztek gazdag embernek, és nem kaphatok sem fűtési pótlékot, nem kaphatok, és nem kaphatok sem családi pótlékot. Tehát ennyire tudok én örvendeni, mert tudom képzelni, hát szerintem fölösleges az a nagy világítás itt egész éjszaka égnek a... este bekapcsolják, hánykor, 8-kor, 7-kor, 5-kor, és másnap reggel, azt hiszem 7-kor még égnek. 7-kor vagy 6-kor, nem tudom. De hát az elég sok. Mindenképpen 12 órát égnek. Az egész városban ki van világítva, de... Amúgy egy hete. Tehát arra, hogy fölöslegesen ottan... Nem tudom, hogy miért kell ottan annyit látni, mint a nappali fényben lenne a város, ugye. De szóval ilyesmit azért az ember akkor enged meg, hogyha rendben vannak a Magyarországon, én nem tudom, Romániai tévét nem nézek, mert itt teljesen mindegy, hogy mit néz az ember itt. Akkor a korrupció, hogy Isten őriz. Le vannak gyúlva. Ez egy olyan gazdag ország, mióta Erdélyt ugye megszerezték, hogy mondjuk tejbe, vajba kellene fürödni, de itt állandóan ellopják, elhazudják. Lenyúlják, elviszik a pénzeket, teljesen mindegy, hogy ki, mikor, milyen politikai párt van. Az RMDS is jól kiveszi ebből a részét egyébként. A szenátortorainkról, képviselőinkről hírlik már, hogy ezért messzire hírlik már, románok is erről beszélnek, hogy meggazdagodtak, és itt semmi. Nem, hogy autonómia nincs, kérem, egy nemzetiségi törvényt nem tudtak kihozni, semmit nem csináltak tulajdonképpen, mindegy, de meggazdagodtak ők is. Na, a lényeg az, hogy... Ilyen luxust akkor enged meg magának az ember, hogyha egyébként a gyermekeit ellátja, nem? Tehát akkor rakok kizét, nem tudom milyen, akkor veszek magamnak cifra kalapot, nem? Hogyha már a gyermekemnek egyszer emiattam. Tehát kérem szépen, most itt mi megint vagy visszasüllyedtünk egyfajta szegénységbe. Annak mi, de most én nem azért mondom, nem azért sajnáljanak, vagy én nem is szeretem ezt a fogalmat, mert szegény az ördög, hogy szokták mondani, mert nincs lelke. Nem vagyok szegény, de tényleg elég szűkösen élünk, azért, mert hogy két szobám lett, két lakás lett. Hát annyi történt csupán, hogy most már nem állunk sorba a WC-nél. Hatom voltunk egy WC-re korábban, nem? Most már három személy jut egy... És még nem tudom eladni a lakást, és kicserélni egy nagyobb lakást, hogy legyen egyetlen egy lakás, addig, amíg gyermekek iskolába járnak. Na, úgyhogy ma megint az ilyen, tehát ez csak egy kicsi ilyen jópofa bevezető volt, hogy eszembe jutott, hogy itt ki vannak akasztva ezek a nagy, ezért ilyen vastag, ilyen köteg villanykörték itt előttünk, és közben én nem kapok ezért... Se fűtési támogatás, se családi pótlékot. Azért, mert kettő lakást tulajdonosa lettem, mert most nem akarok héten, iskola év közben, hova mozogjak, mit csináljak, nem tudom megzavarni a gyermekeket én azzal, hogy elköltözünk közben máshol, vagy esetleg, mert arra is gondoltunk, hogy egy jó falusi ház lenne, az jó nekünk, mert az olcsóbb, és én munkámat tudom végezni. Ugyanúgy a falusi házban is, mint itt, akkor ott jól elférnénk, és lenne még egy kicsi zöldség, kicsi udvarunk is, mert egyébként szintén az új gazdagok csináltak ide valami garázsokat, ott, tehát semmi udvarunk nincsen. Abszolút semmi udvar. Gyermekeim úgy nőttek, hogy nem volt udvaruk, nem volt egyáltalán.
No, de mások is nőttek úgy fel, Istenem. A lényeg az az, hogy ez nem erről szól ez a felvétel, hanem én tulajdonképpen Violát most ide kellett hívjam, hogy segítsen nekem, hogy mint nő, ő mint nő, értesse meg velem a női észjárást, mint hogyha asztrológust én nem ismertem volna. Tegyük azt, hogy nem vagyok asztrológus, és nem ismerem. Ugye ez azért közben azért így is úgy is egy pár asztrológiai fogalom is el fog hangzani. De a következő dologra lettem figyelmes. És pedig, hogy ennek a kapcsán, hogy 1502 nappal ugye a Magyarország gyűlés elnöke, Kövér László, egy kicsit rosszul fogalmazott, az az igazság, nem teljesen világosan, de lényeg, hogy már végre ezt a témát felvetette valaki a Fidesz kongresszusán, ugye, tehát úgy értem, hogy nem a kongresszuson, hanem egyáltalán román magyar politika életben, hogy hát a lány, ő, gondolom, neki is már nagyobb lányai vannak, mint nekem, mert ő hamarabb neki, hogy mondjam, családot alapítottak ők nagyon helyesen, és azért sikeresek egyébként, megjegyzem, hogy az asztrológiában van egy ilyen, hogy amikor a tízes ház, illetve a bak és a rák, és a tízes ház és a négyes ház között ellentét van, tehát benne levő bolygók vagy karmapontok, akkor mindig az elsődlegesség a négyes házé vagy a ráké. Tehát mindig a családot kell egyszer megerősíteni, azt kell megalapozni, azt kell harmonizálni, azt kell becsületesen ellátni, ezt csinálták egyébként a villanyzé, mert hogy legyen kint az utcában, az már a demosz, nem? Az már a közösség ott kint, eklézsia van kint az utcán, ugye? Tehát előbb nem az utcán kell rendet csinálni, előbb a családokban kell, otthon kell rendet csinálni, és utána az milyen vezető, akinek a családjában rendetlenség van, ugye, és elmegy a népet boldogítani. Tehát ez korrupció. Ugyanúgy, mint a... Bocsánattal legyen mondva, nem akarom én senkit most megharagítani, jönnek az ünnepek és karácsony, ugye? De nagy korrupcióban vannak a katolikus papok, akiknek nincs családja, és akkor ők mennek tanácsot adni a családosoknak. Ez elég furcsa, nem? Ők tartják a szellemet. Ez nem liberalizmus, és nem, hogy mondjam, részemről nem hogy párjáskodás, nem, hogy mondják, nem kekeckedés, hanem ez így van, kérem szépen. Mindenki abba adjon tanácsot, ahol már bizonyított, ahol tudja, hogy ő jól csinálja a dolgait. Tehát ne akarjon közösségbe irányítani és vezérkedni, mint a román miniszterelnök például. Rák karmával született a világra, ugye, 73-as, rák karmával született a világra, nincs családja, és ő most miniszterelnök, ez vezeti az országot. Na most az olyan is lesz. Nem lesz semmivel sem jobb, mint pontá. Biztos, garantálom mindenkinek. Na most, tehát, miről van itt szó? Hogy azt mondta Kövér László, ugye, hogy hát a leányaink, most már úgy látszik neki, akkor a lányai vannak, hogy ne, hogy mondjam, ne úgy akarják önmegvalósítani magukat, hogy van ez, most a pszichológia bevetette ezt, hogy a legnagyobb dolog és a liberalizmus, ugye, hogy az önmegvalósítás a legnagyobb ügy a világon. Ha önmegvalósítottad magad, akkor boldog lehetsz, és akkor minden megvan, és nehogy valaki megakadályozzon téged ebben az önmegvalósításban való törekvésekben. És azt mondja nagyon helyesen Kövér László az első része, hogy úgy valósítsák meg magukat, hogy szüljenek gyermekeket. A szerencsétlen fogalmazása végén azt mondta, hogy nekünk unokákat. Ez persze nem jó, mert nem erről van szó, hogy nekem unokát kell a leányomnak szülni. Egyáltalán a leányom saját magának szüli a gyermekét, minden leányom, és az Istennek úgymond, illetve ez egy összetettebb kérdés, tehát de semmiképpen nem azért, hogy az apukáknak unokákat, ugye, erről nincs szó. Itt téves, de egyébként helyes volt az elvárása, és a, hogy mondjam, az igénye Kövér Lászlónak, mert most már könyörgöm azért, most már... Tudomány csak addig kell, amíg, hogy mondjam, engem igazol. Na, a tudomány is azt mondja, hogy a legegészségesebb gyermekszülési periódus, ugye, az, mit tudom én, 20 évtől 30 évig, vagy meddig terjed, nem tudom, de körülbelül ez. Nem? Én azt figyeltem meg asztrológusként, hogy sajnos
sajnos már lejött már 30-ról is, már lennebb jött, és már nem fogadnak meg. Már olyan rendelőim is vannak, és voltak, és már olyan problémákat észlelek, mint asztrológus, hogy már 29. Tehát a nők várnak manapság 35-ig, 36-ig, hogy na most mit csinálják, mert a gyermekem hogy legyen, mert most már van karrierem, van diplomám, van autóm, van minden, most már van férjem is, kellene a gyermek. Hogy van-e valami asztrológiai akadály, vagy milyen asztrológiai összefüggés van a dolgok között, és akkor jó, én segítek, amennyire tudok, de elég nehéz már segíteni. Mert vannak természeti automatizmusok, nem lehet letagadni, nem lehet azokat letagadni, kérem szépen, és mondom, a materiális tudományt nem lehet felülírni asztrológiával, vagy metafizikával. Még akkor sem, hogyha tudjuk, hogy a szellem az elsődleges. De itt a szellem rendezte így, végül is, a szellem rendezte a ciklust és a ritmus törvény alapján, hogy az a periódus legyen az gyermek foganásra, gyermek kihordásra, szülésre, és táplálásra, és így tovább a nőknél. Tehát ezt nem önkényesen a férfiak szeszélyessége, meg a férfiak rossz indulata, meg a férfiak gonoszsága eszelte ki, hogy a nőknek fiatalkorba kell, és egyáltalán jó, hogyha édesanyákká válnak. Most már számtalanszor elmondtam, hogy a legnagyobb fejlődés az emberiségbe akkor következett be, amikor kezdték, egyre több ideje töltöttek a szülők, és főként a férfiak is a gyermekeikkel. Amikor tehát úgymond a nők, nem lehet tudni, ez hogy történt, milyen fejlődésnek köszönhetően, de ilyeneket is olvastam, hogy a nők vették rá a férfiakat, hogy foglalkozzanak többet az utódokkal. Hogy ez így volt, vagy nem így volt, hogy hozzászoktatták, hogy az az ő gyermeke, mert régebben azt se tudták, hogy egyáltalán az-e. Ugye, tehát a lényeg itt az, hogy erre fel perc, szintén tehát egy csapattartása, úgymond ennek a Fidesznek a jó csapatnak, ennek a Fidesznek a jó egyik tagja, aki nő, Percné Gál Ildikó, ugye így hívják, Perc, vagy valami perc, is, Perc, vagy Perc, mindegy. Perc. Nem Percet mondtam, csak a fogaim nem jól állnak a számban. Perc, de Er is van benne, nem a nevében? Percről, vagy valami ilyesmi, nem? Nem tudok, tiszta el. Jó. Mindegy, ne fosszuk meg ezen a jogától, hogy neki helyesen ejtsük ki a nevét. Percné Gál Ildikó felháborodott a csapattársának a kijelentésén, de nem is azon ráadásul. Szóval itt nem értem én most már a nőket. Azt mondja, csak nem mondja meg senki a nőknek, hogy mikor szüljenek gyermeket. Könyörgöm, Kövér László nem mondta meg, hogy mikor. Tehát úgy kommentálta, mintha Kövér Lászlónak lenne egy ilyen elvárása nőkkel szemben, hogy nehogy diplomát szerezzenek, nehogy munkába álljanak, nehogy autót vegyenek, nehogy mit tudom én, nehogy ne valósítsák meg önmagukat, ugye? Hanem, szóval valami ebből az önmagyik megvalósításból következtethetett valaki mit ki, de legyen világos, most már akkor metafizikailag tisztázzuk, kedves Percné Gál Ildikónak valaki mondja meg, hogy az Úristen ugye úgy kezdődik, hogy nő és férfi, illetve nő és férfi, yin és yang. És az nem a Vénusz, hanem a Hold. Asztrológusként tudom, hogy sokszor a Holdnak a horoszkóban nagyobb egy nőnél, nagyobb jelentősége van személyiség szempontjából, és nagyobb ereje van a Holdnak, mint a napnak, ami a férfiaké, és az tényleg az ön megvalósításról szól, de a nap szól róla, nem a Hold. Tehát a nőiség, az kimondottan, kérem szépen, a női önmegvalósuláson a Holdhoz, és nem a Vénuszhoz. Mert itt a probléma? Mert ők nem azt mondják, az önmegvalósító nők, vagy illetve az önmegvalósítás, megszállottai, hogy legyünk kemény személyiségek, kemény egyéniségek, mint a férfiak, hanem inkább azért legyünk jó dögök, nem? Legyünk jó börök, legyünk jó macák, vagy mit tudom én, vagy valahol oszlik mindenképpen, tehát a Hold ellenébe Vénusz is, meg Nap is, kicsit legyünk férfiak is, mint a feministák, ugye? Férfiak is legyünk erősebbek, mint a férfiak, legyünk keményebbek, mutassuk meg nekik, meg kell nézni az amerikai filmeket, ahol a rendőrnök tökönrúgják a férfit, lebilincsilik, leütik minden, rendben elintézik a férfiakat. Ez most a divat Amerikában, nem tudom, hogy úgy van-e, de a filmek, amik ide befolynak, ezt közvetítik, ugye? És akkor, tehát... De most ezt meg kell érteni végül is, hogy
az anya istennőről van szó, mert hiába, hogy egy ilyen trükköt találtak ki a kereszténységben és a katolikus egyházban, hogy Atya, Fiú és Szentlélek, és teljesen egyetértek, hogy ott valami nagyon nagy sumákolás, nagy szélhámosság volt, olyan nőt kivették onnan, ugye, Atya, Anya, vagy Anya és Atya, és Szentlélek, ez a Szent Háromság, nem, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. Hogy az apa szeretkezik a fiúval, és akkor, mert így van, tehát a Szent Szellem az az Atya és az Anya, tehát a Yin és a Yang közötti áthatolásnak a logikáját, hogy mondjam, kölcsönös áthatoláson keresztül történő egységesülés logikáját adja ez a Szent Lélek, ez a Szent Szellem. Ez a Merkur az alkimiában, kérem szépen, a sal és a szulfúrnak a szintén egységesülés keresztül, hogy mondjam, létrejövő új állapot, az a Merkur. Na most erről van szó, ezt meg kell érteni, ez az egyetemes, mondjam, létbázisnál, a lét fundamentális alapjainál ez így néz ki, hogy Anya, Atya és Szentlélek. Nem lehet, az Atya nem lehet, az Atyában férfiak nem tudnak nők lenni, könyörgő. Akkor miért akarnak a férfiak nők lenni? Vagy a nők miért akarnak férfiak lenni? Mindegy. De akkor jön be ide, amit én nem láttam, te láttál, ugye, hogy megkérdezték ezt a nagyon művelt könnyűzene énekest is, az Ákost, én különösebben nem ismerem, csak valamilyen interjút láttam vele, ahol nagyon-nagyon értelmesen beszélt. Tehát ez egy nagyon művelt ember, egy nagyon, azt hiszem, zenét is komoly zenét tanult nekik, szóval egy nagyon, hogy mondjam, olyan gyermekkora volt, ahol ő nagyon keményen meg volt tanítva mindenre, amire kell. Tehát ő nem csak úgy, mit tudom én, külvárosból került, hogy össze tudott csengetni három húrt a gitáros, akkor most már nagy élet belőle popzenész vagy rapzenész, hanem na most, hogy volt ez, hogy ő is mellé állt Kövér Lászlónak? Igen, vagy? Igen. Ő is megszólalt, hogy ő is egyetért ezzel, hogy a nőknek a önmegvalósítása az legyen az anyaság, vagyis hogy az kellene legyen. És akkor rögtön meg is interjúvolták, lehoztak cikkeket az interneten, ebbe olvastam egy ilyenbe bele. És akkor azt mondta, hogy hát a női principiumot megvalósítani az anyaság, és a nőknek, hát így is fogalmazott, hogy ez a dolga akkor, tehát hogyha önmegvalósításról van szó. És akkor az interjú hát a legmagasabb szintű spirituális önmegvalósításról van szó. Az anya, legyen világos, egyszer az anya istennő volt, az az fundamentum, az anya istennő, és nem a Vénusz. Tehát nem a, és nem a férfiasságban, viszont hogy mondjam, a spirituális öntudat, ugye, a spirituális tudatosság, és nem a Mars. Hát erről van szó. A férfiasságot se lehet összetéveszteni azével, a Marssal, ugye, és a nőiséget sem lehet a Vénusszal összetéveszteni, itt erről van szó. A legmagasabb, tehát az anya és az atya, ugye a Yang és a Yin. Mondja szívem, akkor ne haragudj el. Hát először. Az lehet a probléma, hogy valószínű, hogy a pszichológia is. Na ez az. Ott vagyunk, ebben vagyunk a pszichológiánál, igen. Még hogyha nem is gondolom, nem használják, hogy a Mars és a Vénusz. Igen. De azt sugalják, amit egyébként a Mars őserő alatt értünk, és a Vénusz alatt, hogy a férfi, hát felelősséget ők eleve, tehát Szaturnuszt azt kiiktatják, azt mondják, hogy ez nem kell, vagy olyasmit vélek felelősségnek, ami inkább az egoizmus. Ja, igen. Tehát, hogy felelősség azért, hogy az egódat megőrizd, és az annak egódat. Mindig eleget tegyél a mindenféle vágyainak. Az egoizmusodnak, mert az egóval nincs baj, itt megint majd mindjárt tisztázom, mondja szívem. Hát csak ezt akartam mondani, hogy a pszichológia is ezt sugallja valahol. Tehát, hogy mondjam, tehát te most arra rávilágítottál, hogy mondjam, primérebb vagy egyszerűbb őserők a Mars és a Vénusz, és magasabb rendű már a Hold a nőnél. Nem, hogy már előbb való. Hát úgy értem, jó, de ő van fent. Jó, de ők mondjuk gondolkoznak a időrendiségben az embernél, hogy hát ott előbb a Vénusz van, mert előbb szeretkezik a nős. Aztán lesz anyaság, és akkor azt hiszik, hogy, ja, hogy az milyen jó kitolni. A fiúcskáknak a fütyüje hamarabb áll fel, mint mielőtt azért saját öntudatukra ébrednének. Mi? Ez azt nem tudom, hogy... Hát igen, hát a fiúcskáknak nem, hát úgy van, hát én is ja, hát így van, persze. Mielőtt férfiam, emberi öntudatomra ébredtem volna már, a fütyükém azért már meredezett, hát hogy ne, hát így van. Hát, ugyanúgy a kislányokban is benne van a
szexuális vágy és ösztön, és akkor most lemegyünk egy alacsonyabb szintre, és akkor infantilisek leszünk, és ott kezdődik az ember. Ott kezdődik az ember, ahol a szexusa, vagy hogy van akkor? Így képzelni. Hát úgy néz ki, hogy ez az uralkodó elképzelés. Mert egy dolog, tehát azt is vegyük azért figyelembe, hogy azt a sok gépecs, azt a számítógépecs, minden, s a tudományt, aminek segítségével most már a nők hál' Istennek felszabadultak, ugye? De nem arra szabadultak fel, hogy most vegyék át az irányítást, ezek segítség. Tehát az mind férfi találmány azért, hölgyeim és uraim, nem? A számítógépet azért nem nők dolgozták, és nem ők találták fel. A tudományban mégis voltak kiváló női tudósok, mint Marie Curie, stb. Azért a nagy fizikusok, a nagy kémikusok, a nagy vegyészek, a nagy biológusok azért csak férfiak voltak, mindegy. De végülis a technológusok azért nagyjából mind férfiak. A technikát azok a férfiak rendezték. Na most berendezkedtünk egy ilyen technikai társadalomban. Hál' Istennek a nők nem kell mosogassanak, van mosogatógép, van, ezért van porszívógép, van mosógép, van mindenféle. Vasaló minden. Igen. Most akkor, most már oda jutottunk, hogy most már senki nem szeret takarítani, ugye, a civilizációt világban, mind a németek, szegény németek, és Magyarország is kezd most már erre a sorsra jutni lassan-lassan, hogy ahogy nem szeretnek takarítani, és ahogy nem szeretnek hétköznapi munkát foglalkozni, úgy nem szeretnek gyermekekkel sem foglalkozni. Egy Németországban élő barátnőm elmondta, hogy a gyermekgondozás épp annyira le van nézve Németországban, ez durva, épp annyira le van nézve a gyermekgondozás, gyermeknevelés, mint az alacsonyrendű munkák, amit törökökkel akarnak elvégeztetni. Vagy azok is végzik. Tehát régebb inkább csak török bevándorlók voltak ottan, ugye? De aztán most már jöttek máshonnan is. És akkor éppen gyermekeket is most már a zaraboknak akarják átadni, úgy látszik, de ez persze aztán most már mégsem nem működik a dolgok, mert azt mondják a magyarok, hogy, vagyis a magyarok, a törökök és a zarabok, és mindenki, hogy fütyiszt nektek, megőrzöm én az én gyermekemet az én hitrendszerembe, és az én tudásrendszerembe, és az én nyelvrendszerembe, és kialakulnak, hogy mondja Orbán Viktor, a párhuzamos társadalmak, ugye. Na most, tehát, hova akarok én ezzel kiukadni? Mert erről eddig ezt is tudtuk, de vannak ilyen szólamok, interneten én sokszor olvastam, ilyen viták, ilyen fórumos vitázások közben, hogy az a nagy baj az emberisége, és főleg a nyugati emberisége, hogy a parlamentekben és a politikában még mindig nagyon kevés százalék a nő. Na most tessék, ott van Angela Merkel, tessék megnézni, mit csinált Németországban, és mit csinált egész Európában. A nő, aki nagy hatalomra jutott. Hogy kérem szépen, de arra nem gondolnak, hogy a nagy szeretetükkel, a nagy befogadásukkal, a nagy elfogadásukkal, a nagy odas-visszalevésükkel, és közben azért a liberálisokkal lepaktálok ottan sunyiba, ugye, az amerikaiakkal, akik fel akarják hígítani Európát, és így tovább. Hogy abszolút nem protestált, amikor kiderült, hogy az ő személyes telefonját is lehallgatja a CIA, ugye? Tehát ott valamiféle dolog van, hanem megyünk egészen odáig, hogy akkora szabadság és akkora liberalizmus van, és a végén kiderül, hogy az egész német sajtó, francot van liberalizmus, mert az egész német sajtó azt a nótát fújta, amit neki Angela Merkel, meg amit a banda... Igen. Jó, hát az a könyvre nem is akarok rámenni, hogy megjelent még nyár elején egy könyv Németországban, amit egy újságíró írt, hogy le voltak vásárolva, le vannak fizetve, vagy megfélemlítve, vagy micsoda, hogy az újságírók azt kell írják, amit kapnak ők Amerikából, cikkeket készen megírva, és ők csak alá kell írják, vagy ők kell megírják, se nem akarják megírni, megírják helyettük, és ők csak a nevüket kell odaadják a híresebb újságírók. Stb. Tehát oda jutottunk, hogy a szabad sajtó a legnagyobb, hogy mondjam, elnyomási rendszer, a legnagyobb elnyomásnak az eszköze lett, ugye? Tehát a negyedik hatalomnak volt kikiáltva, mert hogy az leleplezi állandóan a politikusoknak a huncotkodásait, a ravasságait, a trógenségét, mert banditizmus, mert mindenkinek van, kérem szépen, van lilitje, van sárkányfarka, és mindenki kínai, hogy mondjam, asztrológia szerint valamelyik konstellációban született, úgyhogy három színezetű karmája van mindenkinek, a politikusnak is egyaránt. Pont úgy az orvosnak, senki sem tisztább, senki sem jobb,
aki újjá nem született, aki úgymond, aki a karmáját meg nem ismerte, és rá nem szánt időt és akaratot, és mit tudom én, energiát rá, hogy az feloldja, ugye? Akár milyen magas polcon van egy politikus, mint Perszné Gál, hogy igen, Gál Ildikó, vagy Elvira. Azt hiszem, Ildikó. Ildikó, igen, hogy kérem szépen, hogy lehet ilyen hülye valaki, ne haragudjanak most már. Most már egy csapatban játszik, vagy nem egy csapatban játszik? Hát így van. Hogy van, hogy neki megy az ének? Neki megy a csapattársának egy ilyen feminista sérelem miatt tulajdonképpen. Hogy lejáratja az egész csapatát, aki végül is kiszedte a Magyarországot az éből, a rákfenéből, és gazdasági útra terelte, stb. És van éppen elég dolga ottan a többi vezetőnek, és hogy mondjam, Orbán Viktornak, akkor nagyon nagy, majd, hogy nem, egy monstrum az a párt, ugye, hogy ottan egybe tartsa, de hál' Istennek egybe kell még egyelőre tartani, amíg legalább normálissá teszik azt a nemzetet. Ugye? És még egy kicsit nekünk is segítenek. Már amennyit. Egyelőre annyi van, már az is valami, és azért is hálás vagyok, hogy évente minden leányomra kapok 200 valamennyi lejt, mit tudom én, milyen iskola magyarul, vagy szülőföldön magyarul című alapítványtól. Na most, akkor, de mi itt a probléma? Hogy lehet, hogy nem, hogy te szerinted tényleg ezek után tényleg jó lenne az, hogy a parlamentekben és a politikában, ami egy nagyon harcos, hogy mondjam, harcosi állapot. A kastíra, a politikus a kastíra, hagyományok szerint. Tehát neki a harci, királyi, hercegi kaszt. Neki az a dolga, hogy a törvényeket, nem hogy meg, mert a törvényeket a brakmanok kellett volna, tehát a bölcsök csak írják, de most már ők hozzák a törvényeket is, annak függvényében, mire van szüksége, hogy a társadalomba, illetve a rég már, a rég elődök által lefektetett törvényeket érvényesítsék, nem? Igen. És a megfelelő, tehát nem, tehát hogy mondjam, ellenőrzés gyakoroljanak a végrehajtó hatalom fölött is, ugye? És a rendőrséget, stb. Tehát belügyminisztériumot, és így tovább az apparátust irányítsák. Tehát akkor jó lenne, hogyha ebbe az apparátus irányításba, és ebbe a politikai, harcosi magatartást szükségeltető életkörbe nők lennének a döntéshozók, és az intézők, és a vezérek. Ahelyett, hogy tényleg, mert a férfi nem tud szülni, már olyan is van, hogy a férfiak kirigyek a nőket, tényleg, de van egy ilyen, hogy szerettem volna szülni, mikor mit tudom, megszülte emőke. Ezért Medárdács volt bennem is egy ilyen, milyen kár, hogy nem tudok szülni. Na, de nem tudunk, könyörgöm. Hát azt szoptatni se tudunk, mint férfiak, hát csak a nőkkel elvégezzék, és ráadásul rájöttem, és metafizikusként, tehát ez nem csak egy kényszerhelyzet, hanem igenis a amikor gyermekekkel kezdtem foglalkozni, és gyermekekre kezdtem figyelni, és kezdtem nézni a horoszkópjaikat, stb., óriásira, hogy mondjuk, ugrott a spirituális fejlődésem, ahhoz képest, hogy korábban mit tudta. Hát akkor nőnél még inkább így kell legyen, nem? Hát akkor mi a rosszabb, hogy gyermeket szülni a világra, és gyermekekkel foglalkozni, és figyelni. Tehát nem, te állandóan mondod, hogy ividő, hogy mit csinál, hogy nem csinálja, nem? Akkor mondod a lányom, más által, tehát emőke által szült lányokkal, hogy van, te figyeled meg, hogy ott mi lehet a spirituális mozgatórugó rá, a háttér, ha nem jössz rá, akkor megkérdezel tőlem, hogy vajon hogy lehet. De most egy ilyen helyzet van, hogy én idősebb vagyok és tapasztaltabb, tehát azért még mindig én kapom a több rendelést a családban, és így tovább, bár jó lenne. Most szeretném, hogyha te kapnál több rendelést mindig, és én írhatnék regényt például, nem? Mehetnék én is vissza az irodalomba. És így tovább. De hát, és akkor mondani akarsz-e valamit a témába, szívem? Mondja. Nem. Most oda akarok kiukadni, hogy ez egy ostobaság, kérem szépen, hogy a nők kezdjék irányítgatni a társadalmat. Mi lesz abból? Nem lehet az, hogy férfi szerepbe, férfi, hogy mondjam, vannak spirituális funkciók, amikre, hogy mondjam, rá kell születni. Ugye a nő nem tud megtermékenyíteni nőt és férfit, ugye a férfi sem tud kiegyenlítődni férfival, tehát a homoszexualitás témája apropó. Na most, hogy nem tudnak egyáltalán ehhez a kérdéshez a nők arányosan és helyesen viszonyulni,
most tessék megfigyelni, hogy mit figyeltem én meg az évek során, és milyen következtetéssel kellett jutnom. Nekem csak lányaim vannak, hál' Istennek, szeretem őket, gyönyörűek, okosak, drágák, kiszolgáltatottak. Kérem szépen, azt vettem észre, hogy az iskolában, ahol két igazgatónő van, mert most már az van, mert régebb azt hittem, hogy ott valami baj van, hogy igazgatónő volt a főigazgatónő, és akkor a férfi volt az aligazgató, és akkor ez a megfordított sorrend tesz itten a problémát. Nem, kérem, mert most mind a kettő nő. És az én jól nevelt lányaimmal állítólag mindig baj van, de nem velük van, hanem velük kezdenek ki a fiúcskák. Kérem szépen. Na most az anyukák fogják magukat, és a legelképesztőbb intrikákat, és mit tudom én, mit találnak ki ezzel a két igazgatónővel együtt, hogy most miután lezajlott itt, volt egy pár felvétel, amit elmondtam, tehát hogy van az, végül summa-summarum, hogy amíg kicsik a gyermekek, addig a fiúkat kell védeni a lányokkal szembe, illetve le kell törni a lányokat, vagy el kell üdözni, vagy mit tudom én, rájuk kell fogni, meg kell bélyegezni a lánygyermekeket azért, hogy a fiúk ártatlannak tűnjenek fel, mert az anyukákék a fiúgyermek. Nem ez történt, szívem? Utoljára az történt, hogy én már unom ezt az egész témakört, és miután volt és annak még ráadásul nem is volt anyukája, hanem egy ezért szólt bele a állami gondozásban levő, mit tudom, a családoknak kiadott gyermek ez a korábbi, aki Etelkával bajlódott, és aztán bajlódott egy másik, akit csak anyuka nevel, mert apuka bele nem szól, mert apuka liberális. Nevelésben nem szól bele. Egy majdnem akkora gyermek, mint én, fogta Etelkát, és benyomta egy sarokba, és akkor a másik osztálytársat, egy vékony, legény fiúgyermeket rárakott, és kezdte azok a fenekét a fiúnak, vagy az úgy azt lökött, és úgy nyomta rá a leányomra, és akkor többiek röhögtek, hogy na most milyen jó jelenetet csinált ez a... Hogy hívják? Áronka, hogy ezért, hogy na most Etelkát ottan szexuális aktusnak veszi alá a másik. A barátomnak a fia egyébként. Én ezt megmondtam az osztályfőnöknőnek, aki egybe igazgatónő is, most már, és ennyit gondoltam, hogy ennyi, tudjon róla, és most már nekem elég volt a cirkuszom a másikkal, már nem akartam már ebbe is belemenni. Ráadásul az volt megint a mese, hogy miért mentem a tanügyre, mert mikor már láttam, hogy nem oldják meg, akkor elmentem a tanügyre, nyilván. Hanem miért nem szóltam neki. Na most visszahallom azt, szülői bizottsági, mit tudom én, gyűlés volt, onnan kiszürömrem lettek, még a politikusoktól is kiszürömlenek, gyerek át, akkor csupa nőkből álló bizéből, szülői bizottságból, ugye, hogy ott arról is volt szó, kérem szépen, hogy ezek, nem tudom, hogy melyik, most már melyik igazgatónő, és még kikkel, levelet küldtek a gyermekvédelemhez, hogy én bántalmaztam volna a fiúcskát. Ezt, amelyik rárakta emők közére Etelkára a Márknerű kisfiút, és ott kezdte a hátrácsa fenekét löködni, hogy az, mint hogyha szexuális aktusban venne részt a lányommal. Tehát én csak nem is csináltam cirkuszt. Ezt elmondtam, hogy már tudjam, mert nekem az előbbi cirkuszból már elegem, most nem is akartam ezt most kitárni. Ez már egy hónap ezelőtt történt, nem? Én hallgattam erről. Most kiderül, kérem szépen, hogy a lányomat pszichológiai vizsgálatnak akarták alá rendelni, és ezért írtak a gyermekvédelemhez, hogy nem tudom, hogy miért. Végülis nem tudom, hogy miért, mert végülis úgy döntött az osztályfőnöknek, aki egyben aligazgatónő, hogy találkozzanak a szülők, és ez a két gyermek, és ott mondják meg tisztán, hogy mi történt, és beszéljük meg. De elmentem teljesen ártatlanul. Gyermekek azt mondták, hogy nem kell a gyermek, elég a szülők. Jó, Etelkát hazaküldtem, azok is a gyermeküket, akkor közben mégis, hát engem már, amikor mentünk be, akkor letámadott az anyuka, hogy miért csinálom én velük ezt a cirkuszt és ezt a szégyenteljes dolgot, mert nyilvánvaló, hogy a lányom szerelmes a kisfiúban, és a lányom eszelte ki ezt az egészet. Hogy az ő fia ártatlan, és így tovább.
Akkor most azt mondtam, hogy azért tisztázzuk most már a gyermekekkel is, hogy ki mit csinált, mert úgy nézett ki, mintha a lányom támadott volna, rámászott volna itten valamilyen, milyen butra szexuális ösztönöktől vezérelt lányom lenne, aki már nem tudom, esetleg már tényleg a szexuális aktusokban vett volna részt. Holott én eléggé szemérmesen is, elég tradicionálisan nevelem őket ilyen szempontból. És akkor azt mondtam, akkor mégiscsak hívjuk el a gyermekeket. Én hazaszaladtam a gyermekét, ő is azt mondta, hogy elszalasztotta a férjét, aki végighallgatott, a férfi végighallgatott, kérem. Az apa végighallgatott, egy muk nem volt az apa részéről, udvarias volt végig. Bejönnek a gyermekek, és mondd el te szívem, hogy közben ott mi zajlott, mert én nem voltam ott. Én elmentél Etelkáért, amíg a másik férj is ugye elment. Az apukák elmentek, és ott maradtak az anyukák végül is, mert ő nem tudta, hogy te nem vagy az anyukája. Nem tudta. Igen. Illetve akkor... tudta, hogy az anyukája, úgy tudta, hogy te az édesanyja vagy, tehát, mint a te szülted volna. Igen. És akkor megjegyezte, hogy hát elég élénketek állnak a fantáziája. Hangosan mondja. Hogy nagyon élénketek állnak a fantáziája, hogy kitalálta ezt, hogy az ő fia szándékkal rá mondta volna a másik fiút, és aztán még akkor nem is volt az megemlítve, mert tehát három gyermekkel leíratták, hogy mi történt, Etelkái, a fiújé, vagy négy is, nem tudom, még volt egy, aki csak tanú volt, igen, és akkor igen. Még volt a harmadik fiú, aki... Hát Mark. Igen. Ő az, aki rá lükte. Aki rá volt lökve Etelkára, igen. És akkor én mondtam, hogy egyik sincs benne az a részlet, hogy ez nem csak egy lökés volt, hanem hogy egy ilyen ritmikus löködés volt, mert ezt itthon Etelka elmondta, és hogy ezen nevetett az osztály, és egyértelmű, hogy akkor ezt úgy vették, igen, hogy egy ilyen szexuális aktus imitáció ugrott be mindenkinek, és akkor ezen nevettek, és Etelka is ettől zavarba volt. És akkor mondtam, hogy ha már erről beszélünk, akkor ne hagyjuk ki ezt a részletet, tehát hogy csak kell tudják a másik szülők is, hogy hogy vannak ők ezzel, hogy a fiúknak ők ezt engedik-e, vagy mégis micsoda, meg gondolom az osztály, tehát mondtam, gondolom az osztályfőnöknő nem egyezik bele, vagy ő sem nézi jó szemmel, hogy ilyen játék. Hát én is úgy gondoltam addig, de most már ezek szerint ez fordítva van, mondjad sem. Hát igen. Én is úgy gondoltam, de hát hogyha, de most... Most egy kicsit megszakítlak, mert látom, hogy nem mentél még bele a lényegbe, hogy miket mondott ott az anya, mit az a lényeg, hogy hogy kicsoda az az anya. Milyen gondolkozása van a világról és az életről. Hát igen. Mondd el szépen, hogy mondta, hogy defloráció nem történne. Igen, ahogy én elmondtam ezt, hogy ez volt, és én mondtam, hogy hát ezt én semmiképp, tehát mi együtt nem szeretnénk semmiképp, hogy a telkával ez meg ismétlődjön, de nem volt semmi sértődés, vagy valami, csak ezt így elmondtam, hogy... Igen, Serre mit mondott a nő, mondja? Hát, ugyanúgy, ahogy neked esett, nekem is, hát én nagyon ingerültem, viselkedett, és akkor azt mondja, hogy, és akkor tényleg így rám ripakolott, vagy rám veszekedett, hogy de hát defloráció nem történt, és akkor mit akarunk? Tessék! Hát legyek boldog, hogy nem vett el a szüzességet a lányom ott a többi előtt az osztályba. Ezért legyek én boldog. Ezt egy anya mondja, egy nő mondja. Egy fiú gyermeknek az édesanyja. Hogy én húzzam meg, tehát neki már a koncepció teljesen más. Tehát amíg felnőttekről van szó, addig baj van a férfiakkal, és el is van nyomva a férje. Ugye? A férje az egy ilyen papucskormány. Az már kiderült korábbról, mindegy, hogy honnan. Egy közös vendéglői beszélgetésen derült ez ki. De kérem szépen, tehát, hogy amikor felnőtt férfiról van szó, akkor a férfi a gonosz, amikor gyermekekről van szó, akkor a leányok a gonoszak, és a fiú gyermekeik nekik aztán a szentek. Mondja csak még, mert még mondott egyebet is, nem csak deflorációról beszélt. Ja, igen, nem is, tényleg a defloráció az később volt, amikor már én is megszólaltam, de amikor, ahogy kiment a fiúnak az édesapja, és te is elmentél, már akkor is így puffogott így magába, és azt mondta, tehát így lehetett hallani, úgy félhangosan, azt mondja, nem érdekel, ha hazudik is a fiam, akkor is megvédem, és egyszer ennek az egész hülyeségnek legyen vége. Tehát nem érdekli, hogyha a fia hazudik is, akkor is megvédi.
És kérem szépen, amikor bementünk, és a gyermek oda hívta magam mellé, oda csinált helyet, ettek a tőlem, ott távol volt az én az asztalnak a végébe. Ő az asztalnak, amely egy hosszú asztal van abban az igazgatói kancelláriában, vagy hogy lehet azt nevezni, egy igazgatói irodában, de hosszú asztal van, de egy hosszabb, nem nagyon hosszú. Na most ő, az anya volt az egy, azért, itt mondjuk így. Én ültem oldalt, mellettem ült Viola, ott ült a nő, az anyuka, és ott volt vele szembe Etelka foglalt helyet. A mellette, igen. És szembe ült az igazgatónő, hogy azt mondta, miért kellett a pszichológus nőt is oda hívni, nem értem. És az aligazgató. Az aligazgatónő ült szembe, és ott volt az apuka is, és a gyermek. Na most a gyermeket ő azonnal maga mellé vette, és kézen fogta, hogy látszódjék, rendben van, tisztelem, anya tigris, hogy ő mennyire védi a fiát. Nagyon jó, jól csinálja. De én ugyanakkor lazábban csináltam, a kislányom ott volt a másik végében, de nem hiszem, hogy azért, mert ő, hogy nem hívtam én is magam mellé, hogy mit ültessem az örömbe, vagy mit csinálják, mert én biztos voltam a lányomban, hogy ő tudja, mit akar, mit csinál, és mi történt, és egyenesen beszél. Kérem szépen, ez a nő végig támadta a leányomat. Hogy a végén rá kellett szóljak, hogy nehogy még egyszer a gyermekemhez merjen szólni. De pofátlanul, de durván is ilyen rafinált, ilyen szintén ilyen pszichológiai, ilyen szexuális célzásokkal, ilyen intuíciókkal, hogy szedjek ki, hogy mennyire bűnös a leányom, és hogy mennyire ártatlan az ő fia. Tehát ez, amikor már én ben voltam, de azelőtt ő már én nem tudtam, hogy így kiterítette a kártyáit, hogy mit mondod, hogy ha hazudik a fia, akkor is ő meg fogja védeni. Na most így, és ilyen körülmények között, amikor én a fiúcskához egy szót nem szóltam. Becsületsz, te tudsz-e arról, hogy szóltam, hogy én azt mondtam mindig, hogy ezt tessék megkérdezni, mondtam az ének, mert persze, amikor még a pszichológus is úgy elkezdett kérdezni, szintén ebből a szempontból, tessék odafigyelni, nő pszichológus, kérem, fiatal nő, megint Etelkát kezdte kavarni, mint a szekuritáten annak idején engemet. És akkor nem rászóltam, hanem hangosabban kezdtem kérdezni, válaszolni, és így azt mondja, hogy még ő rám szólt, jó tette, hogy ne emeljen fel a hangomat. De amikor én akarok valamit mondani, megint ez egy női fogás, megint. Én akarok valamit mondani, és beleszólnak a szavamba. Na, nem akarom hagyni magamat, és akkor fennem ebben meg a hangomat. És megint, de én voltam az első megszólaló, könyörgöm. Nem én torkoltam le őt, hanem ő akar engem letorkolni, akkor persze, hogy felemelem a hangomat. Na mindegy, csak akkor rám szólt, hogy ne emeljen fel a hangomat, nem is emeltem fel azután a hangomat, de én a gyermekhez nem szóltam egyszer sem. Na most én kérdem, én nem tudom, mert nem fogok utána járni, és honnan ki fogja nekem ideadni azt a papírt, hogy milyen papírt küldtek ők a gyermekvédelemhez, de minden esetre azzal a témával ment a papír, állítólag a női szülői bizottság gyűlésén kiszüremlett, mit tudom én, vitából vagy beszélgetésből, hogy én bántalmaztam a kisfiút. Na most könyörgöm, mikor bántalmaztam volna? Mert én azt a fiút sem az erőt, és azután nem láttam. Tehát, hogy idáig süllyedjen a női igazságtevés, és a minden áron való ambíció, és abban az is benne volt állítólag, hogy a gyermekemet pszichológiai vizsgálatnak akarták alávetni. Szerencsére értelmesebb emberek vannak a szülői bizottságnál, én is már azt sem tudom már melyik hivatal mondja, a gyermekvédelemnél, és azt mondták, hogy nem. Nem tudom, hogy mi volt, de valami ilyesmi volt, így fogalmazott a hogy mondják, hogy szursza, úgy mondják románul, tehát akitől megtudtam én a híreket, hogy nemleges választ kaptak. Ő meg úgy fogalmazott, hogy hülyeségkel nem foglalkoznak a gyermekvédelemben. Na, tehát ide akartam kiukadni, hogy is vagyunk akkor, hogy milyen jó lenne itt a társadalomban, hogyha nők irányítanának. Mennyire jó lenne, kérem szépen, hogy amikor az apát belekeverik egy ilyen dologba, csak azért, mert aztán szintén a barátnő mondja, hogy hát ő tulajdonképpen nem a gyermekekkel volt bajuk, hanem veled, mert nem tudnak téged lenyelni azért, mert nem úgy táncolsz, hogy ők mondják. Hát most az lenne, kezicsókolom. Kedves hölgyek és urak,
társadalomban az lenne, hogy mindenki le lenne távadva, mert meg lenne keverve, be lenne rágalmazva azért, mert nem úgy táncolnak egyes férfiak, ahogy a nők akarják. Mert van még logikájuk, van még józan eszük, van még arányosságérzékük, és van felelősségtudatuk, van felelősségérzetük. Mert milyen felelősségérzet kérem az, amilyen az Angela Merkel is például, hogy nem képes a hibáját beismerni. Máig nem ismerte be, hogy ő hívta be Európába az emigránsokat, hogy baj van, és a bajt ő ítézte elő. Máig nem ismerte el az igazgatónő, hogy ő kezdett foglalkozni rosszul és tévesen és hibásan fogott az egész kérdéshez hozzá, és az iskolában máig megy a mobbingolás, ugye? Tehát a gyermekeknek a megbélyegzése, és nem ismerte be azt sem persze, hogy éveken keresztül nem tartotta meg a polgárnevelési óráit. Úgyhogy akkor ezt tisztázzuk, hogy is van akkor a szeretettel. Mert hogy vagyunk, hogy a szegény nők azért nem tudnak boldogak lenni, mert a férfiak azok gonoszak, mert agresszívak a férfiak. Ez a muzsika még mindig. A férfiak azok muzsikus, tehát ők az agresszívek. Én horoszkopokból, amit kinézek, amit ott látok, tehát ott nincs se nő, se férfi. Csak tudom, hogy másképp értelmeződik nő esetében, másképp, mert a nőnek például nincs menstruációja, a férfinak van menstruáció. Fordítva. Én össze vagyok kavarva én is. Tehát, na most az zavar engem, hogy nagyon sötétek itt az arcaink. Igen. Nem tudom, hogy mit lehetne csinálni. Ide hozzám a lámpát. Itt van egy lámpa, ne húzz ide, szépen, mit van nála. Egyáltalán ide tudom húzni. Csak itt a csuba kábel van neki. Tehát én még mondhatok példákat, igen, hogy mik hangzottak el, igen, a nő részéről. Aminek mind tanúja volt, tehát az osztályfőnök, vagyis az aligazgató is. De most az aligazgatóban nagyon csalódtam, mert hogy tudott aláíratni, vagy aláírni, vagy egyáltalán, az ő kellett tudja, hogy egy ilyen papír ment onnan, nem? Igen, mivel az ő osztályával levő gyermekről van. És ő volt ott, hát ő hívta ezt össze. Hát ő volt a főszervezője. Hát ő kérte, ő mondta, hogy menjünk találkozni. Nem akartam találkozni. Így van, ezt nem mi kértük. Nem, szóval egyáltalán. Ilyet nem kértünk. Jó. Tehát azt elmondta, hogy te annyit, tehát te jelezted, hogy ez történt, de csak ennyi éreztük, igen, hogy ezt kell jelezni. Igen, és ő mondta, hogy... De ilyenről nem volt szó, hogy mi most... Én nem akartam folytatni, mert már nekem a másikból már elegen volt, hogy a nagy igazgatónő ott a lecsomót hazudott megint össze-vissza a másik fiúskával kapcsolatosan, hogy mit tudom, hogy az nem azt mondta, hogy lerúgta a gyermekem, hogy le tudná rúgni a gyermekemet, hanem ott valami szobor kapcsán készült. Mert az, hogy tisztáztam ezt, valahogy tisztáztam, szobrot újra csináltattam, metelkával, és minden nekem, tanügynél voltam, nekem elég legyen volt. Hát nekem is kell dolgoznom, könyörgöm. El kell tartani a családot. Mondja, Cive, volt még ott, amit mondott ez a hölgyike? Hát ez, hát még azután, hogy ott felháborodott, hogy hát defloráció nem történt, még azután, vagy azelőtt már nem tudom mikor, de még ehhez a témához kapcsolódóan azt mondja, hogy ő dolgozott intézet és gyerekek között, vagy nem értettem, hogy ő ott nőtte fel, de valami közel volt, hogy intézethez, ahol gyermekek vannak, állami gondozottak, és akkor azt mondja, hogy hát normális, hogy a fiúk megcsöcsörészik, így fogalmazott, na normális, hogy megfogdossák, és megcsöcsörészik a lányokat, és megint azt mondta, hogy hát akkor mi van, hogy... És ott úgymond így dult-fult magában, hogy hát nem hiszi, hogy ő most emiatt kellett bejön egy ilyen dolog miatt. És akkor ugye a vége felé meg, amikor már te is ott voltál, azt hiszem, akkor mondott, vagy nem tudom, lehet, hogy nem voltál ott még, akkor mondott ilyet, amikor én mondtam, hogy hát jó, de mi még, tehát még gyermek, és megmondtam, hogy mi nem akarjuk, tehát így mi döntünk róla, hogy etek a szexuális játékokban rész össze, vagy nem vagy? Hát és nekem nem is, hát a könyörgöm, tehát úgy nézett ki, hogy miért nem hagyom, hogy az ő fiának szexuális izéje legyen, kísérletező, kísérleti nyula legyen az ő fiacskája. És akkor megmondtam, hogy mi ezzel nem ér. Én mondtam, hogy tessem, és én sem nem értünk ezzel egyet, hogy ez így kell menjen, hogy akkor csöcsörészik, és fontosság, és nem tudom mi. És akkor azt mondja, hogy akkor adjuk apácának. Hát mondtam, hát nem, nem arról van szó, hogy apácának, hogy mondom, amikor felnőtt lesz majd, lesz kapcsolatos, lesz majd család. Szívem, most nagyon kérlek, egy kicsit állj meg, ne haragudj el. Na most tessék elképzelni, azért kértem, hogy mondja el ezt Viola, mert nem voltam ott. Mert amikor én oda... És akkor mondta ezeket a nagy őrültségeket. Mikor én nem tudtam, hogy ennyire őrült ez a nő akkor, amikor még benn voltam. Miután én bekövetkeztem. Tehát igen, te már tudtad, én nem tudtam.
És én normálisan úgy próbáltam válaszolgatni, kérdezgetni, stb. Stb. Egyszer csak azt mondja, akkor háborodtam fel legelőször, azt mondja, hogy volt, akitől genetikailag, nem tudom, valami szexuális célzása volt, akitől hogy örökölje ezeket a szexuális fantáziálást. Mondom, hogy kitől, mit mondott ön? Mondom, az a pszichológusnak, nos, ha ezért nekem nem szólnak önök bele? Nem hallják, hogy mit mond? Hát hogy van ez? Hogy lehet engem bevádolni azzal, mert az ő fia végülis megtámadta és megszégyenítette a leányomat, engem azzal vádolni, hogy tőle valami szexuális fantáziára vagy az anyját, mert ő akkor azt mondom, nem tudta, hogy te az anyja vagy, nem vagy az édesanyja, mert rád nézett, direkt rád nézett akkor. Így mellől nem emlékszem, rád nézett, amikor ezt mondta, hogy volt, akit örökölje szexuális fantáziákat, fantáziálásra való hajlamat. Na most ide akartam kiukadni, hogy közben sem az aligazgatónő, sem a pszichológusnő ebbe belé nem szólt. Tehát neki szabadott már mit mondani, és bármit csinálni ottan. Addig, amíg én rá nem szóltam. És akkor ezek után, még miután ezek elhangzottak korábban, én csak ennyit hallottam nekem a nőből, csak ennyi lett gyanús, és még a végén meg ennek az ellentétével jött, mert neki mindenképpen valamit kellett mondani, mert irracionális, nem? Azt mondja, hogyha még hazudik a fia, akkor is megvédi. Ez milyen? Na most erre se szólt semmit, sem a pszichológusnő, sem az osztályfőnöknő. Akkor végén azt mondja, hogy adott egy ilyen jó tanácsot, hogy a lányomat, ezt már nekem mondta, vagy nekünk felénk mondta, hogy a lányunkat tanítsuk meg nőiesebbnek lenni. Nem ez így mondta? Valami ilyesmi? Valami így, hogy tanítsuk meg, nőiességet. Ki fejlesz-e, vagy ápolja a nőiességet. Nőiességet. Most az elén az volt a baj, hogy túlzott nőies vagy, és kurvás a lányom. Közben nem az, ugye. Most meg tanítsam meg nőiességre. És akkor aztán megint, hát hogy most az ő fiának nőiesebb főzén nő kell, vagy hogy van most már. De teljesen úgy nézett ki, mintha a lányok egyszerűen az ő fiaiknak alá kellene rendelni ők magukat az iskolában. Amíg defloráció nem történt. Amíg defloráció nem történt. És kérem, ebbe a logikába a két nő nem szólt bele. A két, az iskoligazgatónő, mert aligazgatónő most már, és a másik, akit odahozott, nem tudom miért hozta oda a pszichológust, mert az végül is megint olyan kérdéseket Etelkának hozta, persze, hogy Etelkát mártsa be lehetőleg a sárba. Szóval hogy van ez, kérem? Erre játszanak nők, igazgatónők, mert végül is aztán, vagy már előre meg volt beszélve az, hogy Etelkát valahogy bemártsák, és akkor... vagy engem valahogy behúznak a csávába, és akkor a gyermekvédelemhez feljelentenek, vagy mire ment ki itt a játék? Szóval, na most ennyire szeretetteljesek a mai nők, ezt akarom én kihozni, kérem szépen. Ezt érjünk el avval, hogyha nincs valaki a helyén, valaki nem a funkciója szerint él, hanem mondjuk... A Persznél Gál Ildikónak igaza van, és a nők majd szülnek majd ott a nagy nehezen 35 éve, tovább 31 éve. Azt mondja, senki nem mondja meg. Hát kérem szépen, aki 35 éves korában fog neki anya lenni, abból annak csak egy kéje lesz. Politikus. Arról van szó, hogy Magyarországon meg kell állítani, nem? Azért a nemzet sorvadását. És hogyha már, mert az legyen világos, hogy a falat odahúzták, nagyon helyes, hogy odahúzták, mert abban csak beleegyezett az éperszné Gál Ildikó, nem? Beleegyezett, hogy a fal oda kell, nem? Nem tudjuk, de hát gondolom, hogyha nagyon kotrázott volna, azért megmondta volna a sajtónak, ha neki nem, az nem tetszik a fal. Na de akkor tessék gyermeket szülni, mert a fallal nincs minden megoldva. Tehát, hogyha nem, akkor tényleg be kell engedni, vagy még ő is úgy gondolja, mint Merkel, Angela Merkel úgy gondolja, persze Gál Ildikó, hogy azért, hogy arabokat kell beengedni ahhoz, hogy majd magyar nemzet, majd legyen, aki a nyugdíjakat majd adja neki is, hogy dolgozzék annak ide, mikor ő majd nyugdíjba fog menni, mert nem tudom, hogy neki hány gyermeke van. Mindegy, szóval vigyázzunk, mert fény nélkül a szeretet ide fog jutni, ahova itt az iskola igazgatás esetében, hogy oda jutunk, kérem szépen, hogy kislányokat, és végig is azt mondja a barátnőm, hogy úgy végződött az egész
dolog, ami engem illet, szóval téma lettünk ott a mi lettünk téma, kérem szépen, mikor lányaimat támadták meg, és bélyegezték meg, és mocskolták le, és éppen le nem köpték, stb. Mi lettünk, mi vagyunk a problémás ember ott. Na ide jut, amikor nincs fény, amikor nincs világosság, nincs felelősség, csak felelősséghárításra, de neki kell foglalkozni valamivel, illetve amikor olyan hölgyről van szó, mint az igazgatónő, aki kérem szépen egy negatív skorpió nappal rendelkezik. Egy negatív skorpió nappal rendelkezik, az azt jelenti, hogy ő nem tud és nem képes és nem is akar újjászületni. És amikor bakban áll a lilitje, és amikor baklirites horoszkopot értelmezek és tárgyalok, mindenkinek elmondom, és megkérdezem, hogy nála mi van, ma vigyázzon, mert pont azért, hogy aztán tudjon boldog és egészséges életet élni, mert a baklirítesek mindig valamilyen szempontból, de az egyetemes törvények szerint, figyelem, nem polgári törvények szerint, nagyon tessék odafigyelni, nem polgári törvények szerint valahol törvénytelen gondolkozik, cselekszik, törvénytelenségbe való süllyed bele. Hát ez az igazgatónő benne volt a törvénytelenségbe akkor, amikor éveken keresztül felvette a fizetést annélkül, hogy dolgozott volna rá, tehát nem tartotta meg a polgárnevelési életeket. De itt nem órákat, tehát itt most nem erről van szó, hanem más szinten, tehát az egyetemes törvények szerint törvénytelenkedik. Mi ebben az esetben a törvénytelenkedés? Azért, hogy mert akadt neki egy olyan szülő, egy olyan édesapa, aki utána néz, és nem nyeri le azt, hogy csak hallgassak, sunyit csak ott, hogy csak ott el legyen a gyermekem, mert az a fontos, hogy ott van, és aztán nem rúgják ki onnan, stb. Hanem tudom a jogaimat, és tudom, hogy hogy mennyire veszélyes az áldozatnak a hibáztatása, azért fogja, ahelyett, hogy leült volna ott a seggére, bocsánat, legyen mondva most már, immár, és végezte volna a dolgát, és tartotta volna, mert most már tartja, megtartja az óráit, és ment volna szépen előre, még neki állt bosszút állni, mert a skorpió az bosszúálló, tehát a fel nem ébredt skorpió, a negatív skorpió az bosszúálló. Kérem, én tudom magamról, aki skorpió karmás vagyok. Ott van még a Neptunusz a skorpióban, az is támadó van a Jupitert, jó kap pozitív fényszögeket is, ascendenssel negatív. Ez az igazgatónő még nem nőtt fel. Nincs ja, ezt nem tudjuk, bocsánat, akkor nem tudjuk. Akkor csak ennyit tudunk, hogy... De van a Lilittől. A Lilittől. Na, igen. A Lilittől, a Neptunusz. A szeretete ennek a nőnek, hogy mondjam, hamis szeretet, nem igazi szeretet. Ennyi. És akkor a fénye milyen legyen? Neki áll ő fényeskedni. Na tessék, ez az eredmény, amikor nem hallgatunk Ákosra, legalább az asztrológusra nem hallgatnak, akkor tessék, nálam sokkal népszerűbb, jobban szeretett Ákosra hallgatni, akinek igaza van szerintem ilyen szempontból. És tényleg, a nők azért keressék meg már magukban az édesanyját, és egy gyermek nem gyermek, két-három gyermekkel majd már mindjárt másképp fognak gondolkozni. Még akkor is, hogyha csak fiacskáik lesznek. És gondolkozzunk el ezen az érdekes jelenségen, mert ezen én is most tűnt fel nekem, hogy addig, amíg még fiúcskák, addig mindenki a fiúknak a pártját, tehát amíg gyermekek. Általában mindenki fiúgyermeket szeretne nagyjából, nem lehet, hogyha lehet csak, ugye? Én voltam, aki azt mondta, hogy nem érdekel, hogyha az ötödik, a hatodik gyermekem leány, az sem érdekel. Tehát fiúcska kellene, és az fiúknak a pártját fogják, amíg gyermekek. Akkor, mikor felnőttek, aztán viszont a férfiakkal szemben keményen kell kontrázni. És most olyan helyzetbe jutottunk, amikor be akarják mártani a lányaimat azért, mert én szárka vagyok a szemükben. Mert nem hagytam, hogy a lányaimmal bármit elkövessenek a fiacskák ottan az iskolában. Szívem, van-e hozzá fűzni való neked ez? Igen, még szeretném azt is elmondani, elmesélni, hogy nagyon szomorú volt az is, hogy ez az iskolapszichológus, tehát a jelenlegi, aki ott volt ezen az összehívott... Egy fiatal nő, akinek szintén nincs családja, gőze nincs, hogy miről van szó tulajdonképpen, igen? Olyan, mint a katolikus van. Hogy ő is mindent hallott, amit ez a nő mondott. Igen, ez szörnyű. Ez szörnyű. Szörnyűségeket, és amikor megjött a fiúcska, és bejött, te hoztad Etelkát is, és akkor az Áron anyukája egyből kezdte támadni Etelkát, nem is tudom, mit mondott neki, hogy
jó kitalálta ezt, vagy igen, nem igen, igen, jó kieszerte. Nem szégyeled magad, elég baj csináltál nekünk itt. Igen? Ilyeneket, és akkor... Nem az ő fia csinálta a bajt, nem, aki... Tehát elég keményen támadta és vádolta Etelkát. Tehát mi mindenféle elhangzott, megtörtént ez is, és még annak utána is ez a pszichológus nő, amikor mondta, hogy ő szeretne kérdezni Etelkától, mert úgy érezte ő is, az osztályfőnök, aki egyben aligazgató, ő nem annyira adott ennek hangot, és amikor konkrétan rákérdeztem, hogy most akkor ő is, tényleg ő is azt akarja-e, hogy itt most Etelka adja utólag a beleegyezését ebbe, vagy mi, hát aztán... Valami az, igen, igen, úgy nézett ki a dolog, igen. És én mondtam, azért nem emeltem fel a hangomat, igen. Felháborító volt. És akkor ő ettől elzárkózott, de a pszichológusnak egyértelmű ilyen kérdései voltak Etelka felé, hogy téged az bántott, hogy azt kellemetlennek érezted? Sejtek, azt mondta volna, hogy nem, akkor nincs semmi baj. Azt mondja, hogy milyen lögdösödés volt, hogy rossz indulatú lögdösödés volt, vagy támadó jellegű. Nem is tudom, milyen kifejezés. Igen, így kérdez, hogy támadó jellegű. Nem volt támadó, mondtam, nem támadó jellegű volt, szexuális jellegű. Mondtam én akkor, nem támadó jellegű volt, hanem szexuális jellegű volt. Igen? És akkor, hogy azt mondja, hogy nem, hogy te azt játszott. Tehát ő valahogy azt akarta kihozni, hogyha esetleg ezt tettek a játéknak vette, akkor itt semmi baj nincs. Így van. És hogy én vagyok a hibás, tehát ahogy a nagy igazgatónő hangoztatja, hogy én semmiségekkel zaklatom a szerencsétlen tanárikart. Igen. Hogy ezt akarták kihozni végülis ezek szerint. Úgyhogy nagyon sajnálom, de az osztályfőnök nőbe is, akiben nagyon bíztam az erőt, nagyon-nagyon-nagyon csalódtam. Hát tényleg ez az egy ok lehetett, mert egyszerűen nem, emberileg nem megérthető az, hogy amikor ott van egy 13 éves, tehát 14 évét még be sem töltött le egy gyermek, és akkor, hogy, tehát ők majd felnőtt nők, és akkor kapcsán, amit én elmondtam, hogy az osztály rögött rajta, hogy ez a lögdösülés, persze, hogy mindenki tudja, hogy ez egy ilyen szexuális aktus, imitáció volt, és akkor, tehát, hogy miért akarja ő azt most kihozni, hogy Etelkának az esetleg tetszette, vagy nem tetszett. Na, még ha tetszett volna sem, akkor sem szabad ilyen csinálni. Hát így van, hát ha én is ezt mondtam, és akkor mondom, hát nem kell elvárni egy 13 éves lánytól, hogy most azt rögtön megítélje, hogy az mi volt, hogy volt. Egyszerűen az annak nézett ki, egy felnőtt is tudja, ott az egész osztálynak rögtön az... De hát nekik egyértelmű volt a gyermekeknek, akkor most tesszük a hülyét, hogy nem tudjuk, hogy mi az. Igen. Még reménykedtek, hogy Etelka esetleg nem esett volna le neki a tantusz, akkor téged meg lehet tenni bűnbaknak, hogy te csináltál problémát. Hát de végig erre ment ki a játék. Miközben te nem is akartad azt a találkozót. Így van, nem is akartam azt a találkozót. Hát szóval most már nekem is gyanús, hogy akkor azért hívta oda Zsuzsa, az osztályfőnöknő, a pszichológusnőt, hogy ezt valahogy bizonyítsák rám, hogy itt megint problémázok fölöslegesen. Holott én nem is akartam az egészben, én nem akartam, én csak neki szóltam. És ő mondta, hogy akkor most már ilyen szülő. És nekem az a feltételezésem, mivel Zsuzsa eddig mind igyekezett, tehát az aligazgató. Korrektnek, nekem az volt, hogy nagyon korrekt és nagyon szeretne igazságos lenni eddig. Nem igyekezett, hogy azt gondolom, hogy inkább az igazgatónak persze. Most volt egy fő oka, hogy téged valahogy egyfajta csapdába csalni, és lehet, hogy mivel Zsuzsával, most ők, hogy ugye aligazgató mellette Zsuzsa. Hát ők most nagyon jóba kell legyenek, persze, mert Zsuzsát ő megmentette attól, hogy neki a kinevezése a Nagy Imre iskolába szólt, és úgy az volt a nagy probléma, hogy két iskolába kellett volna tanítson, és akkor, vagy hogy legalábbis, hogy tartsa meg ezt az osztályt, mert ez nem tudom miért ragaszkodott olyan nagyon. Most már én is azt mondanám, hogy inkább van oda kinevezve egy másik osztályfőnöknő, inkább adná át annak a bíró gyöngyérnek, mert én azt nagyon igazságosnak és nagyon egyenesnek és nagyon művelt asszonynak látom. Hát, tehát azt gondolom, hogy arról lehetett szó, hogy megdumálta Zsuzsát, hogy úgymond ő nem kell ott konkrétan jelen legyen. Tehát nem kell képviseljen semmit, amit elvár, vagy hogy mondjam, amit az igazgató akar igazából. Csak hogy Zsuzsa egyáltalán biztosítsa ezt, és gondolom, megkérte Zsuzsát, hogy te csak vidd magaddal a pszichológus nőt, az biztos jobban benne volt a dologban. És ő majd, mit tudom, ő ott lesz tanulnak, ő megjegyzi, meg mit tudom én, kérdez Etelkától. Hát annál is inkább, hogy ez egy politikus. Tehát politikai vonalon került oda iskolaigazgatónak. Tehát a taktikázáshoz, az intrikázáshoz, a raffinériához az nagyon is ért.
És akkor csak szerintem annyi kellett neki, hogy, hogy akkor a pszichológusnő és Zsuzsa leírják, hogy mit történtek, és ő végig úgy forgatja kis, azt csinál azzal, amit akar. Persze. Mint ahogy eddig is kitalált dolgokat, amiket még hivatalos levélben hogyne, amikor, leírt. Amikről már beszéltünk korábbi felvételhez, nem akarjuk már megismételni. A sok közét, a sok, sok ilyen, ilyen tekervényes azért, gondolkozást és ránkfogást minden. Na most summa-summarum nem, nem szeretném, hogy az lenne, az, az lenne a vége ennek, hogy ezt, ezt most ezért készítettük, tehát azért a hölgyeket nagyon-nagyon szépen megkérném, akik rendeltek horoszkópot tőlem, és akik még vannak rendelni, figyeljenek nagyon oda, hogy mennyire van bennük ez a férfi ellenesség, mert tessék, tetszik látni, hogy ennyire az árnyékénünk nagyon veszélyes. Az árnyékénünk állandóan félrevezet minket. Az árnyékénünk arra játszik, hogy nekünk ne sikerüljön a megváltás, a megváltódás. Ne tudjunk megváltódni, ne tudjunk igazából boldogak lenni. Erre játszik a spekulás árnyékénünk. Tessék vigyázni. És akkor az ember, hogyha hagyja magát vezetni, ide jut mindezek az emberkék, akik nem lesznek boldogok soha. Apropó igazgatónő és az ő horoszkópja a Skorpióba. Nem tudom, hogy én már mondtam-e, mert most kezdem elfelejteni, miket mondtam korábbi felvételeken, és mit nem. De Violának elmondtam ezt, hogy én még egy érdekes jelenségre, mint asztrológus figyelmes lettem. Tehát ugye arról szól a Skorpió konstelláció, hogy az újjászületés és a halál konstelláció, illetve a régi énünknek el kell halnia ahhoz, hogy újabb ember legyen belőlünk, egy spirituálisan gazdagabb, törvényesebb, értelmesebb, felelősségteljesebb, értéktudatosabb, céltudatosabb ember. Na most, tehát vagy meghalsz, vagy újjászületsz, így tevődik fel a kérdés. És nagyon-nagyon sok ember esetében így tevődik fel a kérdés. Tehát a korai halál, a korai, és nem véletlenül az öngyilkosság, mint a Skorpióhoz kapcsolódik. A korai halál, halt emberkék, azok nem tudnak idejében újjászületni, illetve annyira szélsőségesen egy irányba elment az életük, hogy már semmi remény nem maradt arra, hogy valaha is felébredtek volna, felébredhetettük lettek volna. Egy nagyon-nagyon közeli ismerősömnek a fia, nem kisfia, nem pontosan felnőttkor előtt álló fia halt meg tragikusan. Én is ismertem a fiút, nagyon rendes gyermek volt, és elgondolkoztam, hogy vajon mi lehet az oka, hogy ő neki meg, mert semmi nincs véletlenül, meg kell halnia. És eszembe jutott az édesanyjának valamikor volt a kezembe az asztrogramja, azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, amikor pont amikor még az első ladát kaptam, az 10 éve már volt van annak, ugye? És emlékeztem, az anyukának volt Skorpió motívum a horoszkópjában, és eléggé, hogy mondjam, ikrek jellegű volt, tehát árnyékén jellegű. Tehát valószínű, hogy ez a gyermek is annyira elment egy irányba, tehát annyira egyoldalú szakmát tanult, és abban a szakmában, és nem akarom megnevezni, nem kell tudni, hogy kicsoda, abban a doméniumban, vagy hogy mondjam, abban a szakterületnek annyira, hogy úgy mondjam, mesterévé vált, és csak egy adott pillanatban csak az érdekelt, azon kívül én nem tudhatom, hogy a magánéletében neki ott mi volt, mi történt a lelkébe szegénynek, de szörnyet halt. Na most visszatérve a Skorpiókra, tehát a Skorpiókban van olyan, hogy amikor nem halnak meg, vagy csak nagyon későn, nem nagyon későn, tehát ahhoz képest, hogy mennyit szenvednek addig, amíg újjászület. Tehát az élet mind próbálja őket, mind taszigálja olyan helyzetekbe, ahol újjá kellene születni neki, mint ahogy én is be voltam taszítva haláltorkába számtalanszor. Én már 28 éves koromban az öngyilkosság gondolatával küzdöttem én is. Aztán valahogy kijöttem onnan, stb., akkor meg, amikor már erről nem volt szó, akkor meg olyan energetikai veszteségem volt pont, amikor találkoztam az eltávas az asztrológiával, hogy nem volt erőm, csak mentem ki a világból, és nem éreztem, hogy tehetetlen vagyok. És akkor megkaptam az információt, pontosan saját magamról, mint Skorpióról. Hogy azoktól a betegségektől, amitől szenvedtem, azoknak világos, hogy a leírások, hogy a Skorpió mitől beteg, féltékenység, elengedési képtelenség, megbocsátási képtelenség, bosszúvágy, stb. Ezeket akkor mind átéltem. Na, tehát a Skorpió, hogyha nem tud újjászületni, akkor
a transformáció, pozitív transformáció, tehát hogyha nem történik meg a pozitív átalakulás, akkor lesz negatív, nem minden esetben lesz halál, lesz negatív átalakulás. És így jártam például az első nagy szerelmemmel. Az első nagy szerelmem, aki 4 évvel fiatalabb, mint én, volt fiatalabb, mint én, elhagyott, amíg én katona voltam, egy másik férfiban lett szerelmes, aztán az elmentek valamire messzire, soha nem találkoztam vele, és tessék elképzelni, a lánya, aki azt hiszem Violával egyidős, vagy talán még egy évvel, kettővel idősebb is, a lánya keresett meg interneten, nem tudom, hogy rám talált, és megmondta, hogy kinek a lánya, stb. És kezdtünk levelezni, aztán beszéltünk talán Skype-on, stb. Na valahogy az anya nem akart velem, de hát mondtam, én Hajnival, akkor bocsánat, nem akartam kimondani nevét, tehát édesanyáddal szeretnék valami néhány szót váltani. Egy dolog, hogy nem nagyon tudtam, nem nagyon voltam miről már beszélni, hanem küldött a lány nekem egy fényképet. És azt mondtam, az rendben van, az Hajni, de ki mellett az az öreg asszony. Közben ő volt az, akit én azt hittem, és az öreg asszony, csúnya öreg asszony, kérem szépen, az volt az én nagy szerelem. Tehát persze, hogy kemény skorpió motívum van annak a horoszkópjában, aztán megtudtam a születési adatait, és megnéztem, és így járt egy másik nagyon-nagyon kemény skorpió szerelmem is. De így járt, vagy néhány osztálytársam, akit a borzasztó, hogy mondjam, körülmények között haltak meg, de mielőtt meghaltak volna, az egyik megőrült. A másik meg kérem szépen találkoztam én még a 30 éves találkozónkon, tehát miután érettségeztünk, tehát 50 éves korunkban találkoztam még vele. Hát kérem, az úgy megváltozott, hogy nem ismertem meg azt az embert, akivel mi 5 évet jártunk, 5 évig együtt voltunk, és számomra nagyon szimpatikus volt, egy román gyerek, de nagyon-nagyon szimpatikus volt, egy ilyen szép arcú fiatal ember volt, így Eminescu-nak van az a, Eminescu költőnek az az idealista képe, ahol mindenütt azt jelenik meg általában Eminescu-ról, az a nagy hajfűtjé van, akit hátul, ilyen művészi kép. Na, ahhoz hasonlatos volt ez a Liviu, az osztálytársunk. Kérem szépen, egy rekett hangú... Úgy nézett ki 50 éves korunkban, mint én most, de még csúnyán volt, tehát kiélt arca volt, ilyen rekett, ilyen öreges, száraz, barna bőr, rekett hangú, mondom, kupac, stb. Hát hogy ismerjél rá? Tehát negatív transformációk is vannak, vigyázzunk. Nézze meg jól mindenki a horoszkópját, mert ez a hölgy is úgy jár, ez az iskolaigazgató nő, hogy mindenki azt mondja, hogy az utóbbi időben nagyon, nagyon megöregedett. Ahhoz képest, és emlékszem, hogy 8 éve először, amikor én találkoztam, nem 8 éve, a Medárda hányadikos most? 11. De 8 éve, mert másodikos korába írattuk át, de akkoriban, na mindegy, 8 éve ő már ismerem, tehát azóta, akkor még egy hamvas fiatal nő volt. Most már egy éltes nő, hogy szokták mondani, vagy hogy mondjam. Tehát az igazságtalanság, kérem szépen, az igazságban való, a hazugságban és az intrikában, a gonoszságban való létezés, az nagyon-nagyon megcsonyítja az embereket. Mert aki szeretetben él, és fényben, és világosságban, és felelősségteljesen él, az biztos, hogy nem öregszik meg olyan hamar, és nem, hogy mondjam. Tehát jó, hogy mindenki azért... mutatjuk a korunkat valamennyire, de megcsúnyulni sem kell idejekorán, mint ahogy meghalni sem kell idejekorán. Tehát ennyit a skorpió motívumról, és arról, hogy mostanában már hiába, hogy a konstelláció már kijött a sötét zónából, tegnap előttől kezdve, de még kell vigyázni, mert még egy hétig eltart a hatása negatív konstellációknak. Ennyit akartam mondani, meg annyit, hogy jövőben kezdődik a vidámság, mert a majom éve következik, ez a vízöntő, úgyhogy majd lesz nemulas, és lehet, hogy háború is lesz, igen. Lehetséges. Tehát a tavaly megmondtam, hogy nagyon-nagyon felelőtlen határozatokat fognak hozni a politikusok, na hoztak is, láttunk belőle épp eleget, mint ahogy láttunk felelősségteljes. Én szerintem az Orbán Viktorék viselkedése nagyon-nagyon is felelősségtudatos volt,
hogy nem értik az emberek a határt, hogy a határ az kell, kérem szépen, nem véletlenül vagyunk itt bezárva a bőrünkbe. Mert minden tudósítás úgymond a túlvilágról azt mondják, hogy ott minden fény, ott az anyagi világon, tehát ott keresztül haton az információ, keresztül hasonlóhat, ott nincs, a túlvilágon nincs titok, de itt nem hiába vagyunk bezárva, hogy mindenki a felelősséget tudja felvállalni. Tehát a határok az arra való, hogy egy határon belül vannak tudatok és csoporttudatok, öntudatok, stb. Tehát a határokat nem kell lenézni, és nem kell idegeskedni, liberális uraim, azért, hogy határok vannak, mert tessék megnézni, hogyha nincsenek határok, mi lesz, és most így is úgy is eldöntötték, akár mennyire sumákolt Merkel asszony, de most tudom, mi jutott eszembe? Hogy ezek a kicsi nép, ez a kicsi hős népnek a fia és lányai azt mondták, hogy eddig és ne tovább. Senki nem beszélt, egy hónapja már leállították az egészet, ugye, a makedonokról van szó, leállították, hogy mindenki görögökkel és törökökkel tárgyal, most nem tudom, szóval, ha gonosz vagyok, és skorpióként azt mondom, hogy mondjam, Angela Merkel, vagy a németek titkos szolgálat felvette velük a kapcsolatot, és valami dugi pénzt nyomtak oda nekik, hogy állítsák meg, hogy nekem Merkel asszon felvállalja az, hogy elég volt, hogy szégyelje magát, hogy behívta ide őket, vagy tényleg nagy hősök, meg ráadásul nekik ez gazdasági, hogy mondjam, hátrányt is hozott, hogy egy nagyon fontos, hogy mondjam, vasútvonalat is le kell állítsanak, hogy ott határt tudjanak állítani az emigráns áradatnak. Szóval én nagyon kíváncsi lennék, hogy is van a makedonokkal, hogy pénzt kaptak-e, vagy tisztán, hogy mondjam, józan belátásból és értelmes felelősségtudatból azt mondták, hogy itt határ van, és itt ne tessék nekünk össze-vissza itt mászkálni. Nincs itt sáskajárás keresztül az országon. Ugye, hogy mondta Spötlez, egy nagyon értelmes biztonságügyi, hogy mondják, biztonságpolitikai szakértő, egy német ember, aki nagyon szépen beszél magyarul is, közben német, tehát a magyar tévémisorokban meg van hívva. Tessék megnézni, hogy nem hazudok egyébként. Itt van, nem látszik jó sajnos. De látszik. Tehát itt van a bakban a lilitje, nem látszik, mert egy piros lesz az egész sajnos. Nem megy. De nem, de tényleg itt van, bakban van a lilitje, tehát, hogy hívják, na? Itt van a lilit, és a skorpióban van a napja, teljesen piros fényszögek mennek oda, negatív skorpió. Úgyhogy nem értettem az elején, hogy mi a magyarázat arra, hogy ennyire negatívan és ennyire fordítottan viselkedik. Az igazgatónőről van szó, nem a kicsiről, hanem a nagyról, az Erikáról. Úgyhogy most megvan. Jó, ennyi. Te szívem, még akarsz mondani valamit? Nem. Mert hogyha a férfiak nem tetszenek neki, az biztos, mert a szűzbe teljesen negatív. Egy marsa van, az teljesen negatív. Ja. Egy fényszöge van. Pont a felelősségtudat bolygójától, a Szaturnusztól a Mars egy negatív fényszöget kap. Így van. És persze a Jupiter, a hazudozás, itt van a hazudozás. Nézd meg, Jupiternje. Ének négy negatív. Egy pont a nappal szemben, egy pont a Merkurral szemben, pont ez kell. Ott a Lilittel szemben, na most ez álmába is hazudik sajnos ez a nő, úgyhogy itt tessék. Hát még a nyilas karma. Itt tessék a gyermekeket rájuk bízni. Oké, hogy nyilas karma? Persze, a nyilas magába, tehát van nyilas is neki? De igen, a sárkányfarka nyilasban van, bocsánat. Ott egy nagyon negatív Merkur. Hát nem, mert jaj, az aszcendens nem tudjuk, igen. Merkur csak negatív fényszöget kap. De ez, amit szoktam magyarázni, hogy valakinek, amikor negatív a Merkúria, nem azt jelenti, hogy buta, figyeljenek asztrológus urak és hölgyek. Azt jelenti, hogy amerre jár neki az esze kereke, az nem a karma feloldását segíti neki. Tehát nem a megváltás irányába mozgatja az esze őt előre, addig, amíg újjá nem születik. Úgyhogy, kedves, én most már mondták, hogy a gyermekemnek kiállítása van, megyek-e. Mondtam, nem megyek, abban az iskolában nem megyek többet. Amíg ő ott igazgatónő, nem megyek oda, mert úgy megutáltatta velem az egész környezetet, hogy nem igaz. De azt akartam mondani, ahelyett, hogy velem foglalkozna tovább, és még nem tudom én milyen intézményhez küldözgetni a papírjait, mert én is feljelentettem volna a korrupció ellenes bizottságnál Bukarestbe, hogy nem tartotta évekig azért, az óráját a pénzt felvette, vagy a pénzügyön, nem foglalkozom vele, de ő se foglalkozom velem többet, hanem foglalkozom saját magával, és legyen szíves, szülessen újjá.
És akkor nem fog megcsúnyulni, és a férje se fogja elhagyni, vagy mit tudom, lesz majd fiatal szeretője neki, amit akar, de így nem. Szóval egyszerűen oda akartam kiukadni, emberek, így nem lehet boldognak lenni. Tessék elhinni nekem. Ha mással foglalkozunk, nem vagyunk igazságosak, nem vagyunk felelősségteljesek, és akkor aki megpróbál az lenni, azt kezdjük fúrni, és kezdjük elgáncsolni, és kezdünk, mit tudom én, vele foglalkozni, és a gyermekét, vagy a gyermekemet. Tehát ez felháborító, ez jön, ettől jön, hogy pofon verjen, becsület szavamra. Hogy az én gyermekemet odaállítatni, hogy jut ilyen eszébe, hogy pszichológia vizsgálatnak alávetni az áldozatot, kérem szépen. Hát ez gonoszság, ez sötét gonoszság. Tehát így nem lehet boldognak lenni, de akartam kiukadni. Ez nem szeretet, kérem. Tehát amikor elhazudjuk az igazságot a taknyos békében, tehát nem lehet szeretetteljes emberként lenni, nemhogy világosság nincsen itt. Szívem, akarsz valamit mondani? Hát viszont talán még azt visszatérni az anyaság témára, ja. Hogy én is azt mondom, hogy és gondolom, hogy hiteles, mert édesanyja vagyok, hogy szerintem a legnagyobb önmegvalósítás, legnagyobb alkotás az életben a gyermek, de ezt te is elmondtad. Számtalanszor elmondtam, de azért kapok ilyen visszajelzést, hogy bolond Kozma Szilárd, mert mind csak a tortának a 12 szeletéből csak az egyik szelettel, a rákkal foglalkozik. Persze, hát én ha nem lettem volna édesapa, akkor nem lennék, hogy mondjam, tehát biztos, hogy nem lennék ilyen magabiztos, nem lennék ilyen boldog, nem lennék ilyen egészséges, az egyszer biztos. Ennyi az egész. Hát én azt akarom mondani még, hogyha már úgyis annyira hangsúlyozták ezt az önmegvalósítást, tehát ez ugye azt jelenti, hogy magunkból mit tudunk a legnagyobbat kihozni. Hát én megtapasztaltam ezt, hogy az anyaság az, ami a legtöbbet hozza ki belőlem. Tehát érzem azt, hogy ezáltal fejlődök igazán, de persze fejlődés alatt spirituális fejlődést értek, nem azt, hogy most nem tudom a matematikában, vagy... Igen, se erre tudod, mit mondanak a Gerle Éva például? Hát sehetem. Hát az, hogy mert neked nincs diplomád. De neki van kettő. Az az igazi önmegvalósítás, amikor van diplomája. Mert azt mondom, hogy de megtaláltam az asztrológiát például, és egy darabig én mit gondolkoztam, hogy olyan az én életemben. Tehát, hogy nem tudta, azt mondtam, hogy mintha egyforma fontosságú lenne, hogy nekem milyen fontos, hogy írjak, soroszkópot elemezhessek, és hogy, tehát, hogy nekem ez a tudomás, ez a tudás mennyire fontos. És végülis a napokban jöttem arra rá, mert mindahogy ugye én szintén nem rákkormás, de négyes házas kormás, tehát családi kormás vagyok, a holdam negatív. Az is. És akkor igen, családi kormás is vagyok. És akkor ebből adódóan nekem, tehát ezen az életterületen nekem vannak azért kemény problémáim is, és voltak is. És arra jöttem rá végülis, de pont ebből, hogy vannak itt problémáim, pont ebből jöttem rá, hogy azért vannak itt problémáim, mert nekem ez nagyon fontos. Rájöttem, hogy nyugodt, tehát hogy úgymond ebből rájöttem, hogy nekem tényleg ez a legfontosabb, és még azt is kimondhatom, hogy tényleg nem, abszolút nem, tehát az asztrológia lehet mellette másodrangú, mert ez a családdal kapcsolatos tevékenységek, a háztartás, a gyermekek nevelése, vagy bármilyen ügyintézés, tehát bármi, ami ahhoz kapcsolódik, hogy én szülő vagyok, hogy rájöttem, hogy ez nekem ez a legfontosabb, hogy minél többet vállaljak, minél több tapasztalatot szerezhessek. Éreztem, hogy csak akkor fogok megnyugodni, hogy amíg ugye gyermekek fel nem nőnek, én tényleg amennyit csak tudok magamból, annak szenteljek, hogy minél több tapasztalatot szerezzek. De persze ez nem ilyen módon, hogy így össze-vissza, hanem úgymond a rendet ismerve, és tehát spirituális alapon, felelősség teljesen minden. Tehát nem hárítani, nem a kikerülés keresni, mert ugye ma a nők azért azt nézik, hogy na már mikor mehetek vissza dolgozni, és akkor gyermeket bölcsödébe, és nem tudom, persze azt mondják, hogy ennek anyagi oka van, de... Nem, ezt pszichológusoktól hallottam én, hogy mennyire fontos a nőknek, hogy,
hogy meg lehet érteni őket, mert aki legelőször odaítélte a gyermekeket mind a volt feleségemhez, azt mondta az a Zita nevű pszichológus nő, a szociális hivatal főnöke volt akkoriban, hogy hát ott meg lehet érteni, azt mondja, hát mi ezzel azért megnéztük, hogy egy év után már elegük van az anyáknak, és már alig várják, hogy menjenek vissza. Nem annyira a munka miatt, hanem hogy legyenek ők is a társadalomban. Na most én ismerem a Lilitet, és ismerem a Vénuszt, és ott nem csak munka van, nem csak társadalom, nem csak közösségi élet, hanem ott kurválkodás is lehetőség is van. Hölgyeim és uraim, most már beszéljünk magyarul, vagyis, hogy mondjam, frivolitási helyzet van, tehát azért még egy kicsi változatosság kell. Én emlékszem, én is voltam annak idején vállalati szakember, meg mit tudom én, hivatalnak, és így tovább, és tudom, hogy a nők napja és az ilyen vállalati bulik, ugye, ahogy mondja Nacsa Oliver, ugye, akitől elvált a felesége, hogy ezek a csapatépítő tréningek tulajdonképpen családleépítő tréningek is. Vigyázzunk nagyon, kedves hölgyek és urak és férjek és feleségek. A családi tréningekre nem kell a feleségnek és a férjnek olyan gyakran és föltétlenül elmenni. Azok család, hogy mondjam? Munkaterápiák, vagy ilyen munka, micsoda, csapatét. Nem, az, hogy jobban menjen, tehát nagyon hatékonyabb legyen egy vállalkozás, hogy nagyobb legyen a profit, mert nem az életben, tehát az Úristen szarik rá a profitre, bocsáttal legyen mondva, legyen világos. Az Úristen tojik rá az arra, hogy te mekkora bábeltornyokat építesz. Tehát ezek mind hazugságok, hogy mondjam, ezek ilyen álságos ürügyek arra, hogy menjünk kurválkodni, vagy menjünk egy kicsit még inni, vagy menjünk egy kicsit. Az emberek nem tudják, hogy tulajdonképpen az árnyékényük manipulálja erre a dologra, és akkor ilyen szép dolgokat kitalálunk, hogy csapatépítő tréning, hogy jobban menjen a vállalat, a vállalkozás. De miért menjen jobban, kérem szépen? Persze azt mondja,